Living on video. Living on video. Stop. Sziasztok, ez itt újra a Játékok a polcról. A mai adásban vintage Legóval fogok megint csak foglalkozni, mégpedig a Town témakörön belül fogok nektek három darab nagyon-nagyon-nagyon picurka készletet bemutatni. Igazából, ha ez egy másik csatorna lenne, akkor lehetne az az alcíme a mai produktumnak, hogy 30 alatt, hiszen gyakorlatilag csupa olyan kis készletet mutatok ma be, ami hát 30 alkatrész alatti, tehát egészen kis icipicikék. Viszont hát ezekből van itthon nálam egy pár, úgyhogy nem kerül semmibe videót csinálni róla, úgyhogy úgy gondoltam, hogy legyen most megint egy ilyen. Most már viszonylag régen voltak talán az, hogy ennyire kicsi cumókkal foglalkoztam, úgyhogy talán belefér, kibírjátok. Három Town készlet kerül sorra, ebbe a kettő igazából a racing altémához kapcsolódik, a harmadik az egy hagyományosabb Townos megközelítésű cuccos, kettő lesz, ami 80-as évek, és egy, ami a 90-es évek vége. Igazából annyira ilyen szempontból időrendileg nem illik a harmadik az első kettőhöz, de tematikájában meg valamelyest igen, úgyhogy végül is azért döntöttem úgy, hogy az legyen a harmadik, amelyik. No, az első a 1985-ös Ice Cream Cart elnevezésű készlet, ami hát amint a neve is mutatja, egy fagyis kocsi, kérem szépen, egy ilyen kis húzós fagyis kocsi, ami 24 alkatrészből és egy minifigurából áll. 85-ben debütált, egy kifejezetten népszerű kisdobozos készlet volt, és hát amint látjátok, egy egytengelyes, hagyományos, húzós fagyis kocsiról van szó, amit egy napernyő díszelek. A kinézete az szerintem nagyon cuki, nekem kifejezetten tetszik, semmi olyan nagyon extra, de mégiscsak azért hasonlít arra, amit hivatott megjeleníteni. Nagyon tetszik a festett fagylaltos elem a kocsinak az elején, illetve kifejezetten jól néznek ki ezek a festett tájlok a kinyitható pultnak a tetején. Igazából ez az egyetlen kunszt, amit gyakorlatilag tud a kocsi, hogy ez itt hát kinyitható lenne, hogyha nem fordítva raktam volna fel a tájlt. De... No. Igen, és igen, így. Tehát így lehet kinyitni, és akkor szemünk elé tárul gyakorlatilag a semmi, mert hogy benne nincsen igazából cuccos. És akkor ezt így be lehet csukni, ez gyakorlatilag szépen illeszkedik, és ez az egyetlen dolog, amit ezzel a kis kocsikával meg lehet csinálni. Úgyhogy mondom, a kinézete az oké, okay, meglehetősen fapados a kunsztok tekintetében. Az alkatrészei azok meg hát szintén túl sok mindent nem lehet elmondani, többségében sima fehér kis kockákból állnak, ami picit extrábbak, azok ugye ezek a festett elemek, de ezen kívül még van rajta ilyen kis, két kis piros csőr, illetve ez a sárga napernyő tartó rúd, ami egy kicsikét más színű, az összes többi dolog az gyakorlatilag fehér, vagy sima régi sötétkék színű, úgyhogy egy ilyen kis, nagyon átlag cuccos, de mégiscsak cukin néz ki. Van hozzá ugye egy figuránk is, egy ilyen kis klasszikus fagylaltos bácsi. Igazából lehetett volna bajuszosra is csinálni, ma már biztos bajuszosra csinálták volna, de ugye akkoriban még nem voltak ilyen különböző arcőrzettel ellátott fejek, de hát egy ilyen kis piros úttörő nyakkendője van a fickónak, meg egy ilyen kis séf kabátja. A felsőtestet azt ugye használták természetesen más figurákhoz is, de összességében pontosan ilyen formában ezt a figurát, ezt csak ebben a szetben használták fel. Gyakorlatilag ugye itt a sapka meg a kék láb az, ami mássá teszi, de ugye ezek a figurák akkoriban még így nagyon könnyen csereszabatosak voltak így a különböző figura alkatrészekből, úgyhogy gyakorlatilag könnyű előállítani ezt a figurát is. Igazából nyilvánvalóan a piac ezért nem árazta túlságosan felül,
mondjuk úgy, hogy a nagyjából 500 forintért hozzá lehet jutni ehhez a kis krapekhoz. Annyit egyébként teljesen megér, mert szerintem aranyos. És hát még amiben mindenképpen foglalkozni szeretnék a figura mellett, az a dobozka. Mert hogy nekem ez most van kivételesen egy ilyen doboz darabom, amit valaki így megőrzött. Hát ugye nem az egész doboz, de látszik ugye a mérete meg a doboznak a jellege. Az útmutatója az sajnos ennek nincsen meg, nem is szereztem be hozzá, de mindegy, nagyjából látjátok ezt a dolgot. Ugye 6601-es a száma, mint látszik, egy klasszikus legolendes dobozról van szó, és hát elég picurka kis doboz lehetett ez, nem egy olyan túl nagy cumó, de minden esetre egy elég aranyos képet sikerült rárakni, úgyhogy elhiszem, hogy sokan megvették annak idején, mert ez így cuki. Na, nincsen rá jobb szó igazából. A hátulján láthatóak az alternatív építési módok, ami hát ebből a készletből viszonylag könnyen előállítható a kép alapján is. Ugye itt az útmutató annak idején nem tartalmazta ezeket az alternatív építési módokat, de hát így kép alapján, amit látjátok, viszonylag könnyű összerakosgatni. Van ugye egy ilyen másik fajta fagyis pult, amit gyakorlatilag elő lehet belőle állítani, illetve egy ilyen napágyas szetszerűség, ez meg hát valami ilyen kis hordó targonca, vagy nem is tudom, hogy minek mondjam ezt, nem béka, hanem valami más ilyen húzogatós szerkezet. Hát a három közül nekem legjobban ez az alternatív fagyispult tetszik. Igazából ha most egy picit több időm lenne, akkor lehet, hogy meg is próbálnám átépíteni, hogy megnézzük azt is, de frankó. Ugye hát akkoriban még minden ilyen készletből többféle dolgot lehetett a gyártó ajánlásai alapján előállítani. Ma is többféle dolgot lehet belőlük építeni, csak ma már nem strapálják magukat azzal, hogy ilyeneket mutogassanak a dobozon. Úgyhogy ez egy egyszerű, de tényleg nagyon aranyos kis készlet. Semmiféle extra technikai megoldások vagy alkatrészek nincsenek benne. Egy ilyen kis klasszikus town cucc, amit be lehet állítani akármelyik ilyen townos épület mellé, hogyha úgy van, úgyhogy ez itt teljesen rendben van. Talán ez az egyetlen érdekesség még, amit az előbb kihagytam, hogy természetesen úgy van megcsinálva a fogókája ennek a pultnak, hogy pont illeszkedjen a minifigurához, a leeresztett karjához, és meg tudja rendesen fogni. Hát amint látjátok, most ezt így tartja a kezébe, tehát ez elég frankon működik ez a dolog. Milyen ára van? Hát az igazság, hogy a méretéhez képest azért picit többet kerül, mint gondolná az ember. Hát egy olyan nagyjából 2500 forint környékén szokott mozogni. Majd látni fogjátok, hogy a többi mai kicsi készlet az a közelében nincsenek a 2500 forintnak se, de itt ugye a festett elemek meg a figura miatt azért egy picit magasabb az ár. Mondjuk ezt a 2500-at ezt mondjuk instruction-nel értem. Ha van hozzá dobozka, akkor egy szép állapotú dobozzal már egy 10-est azért el kéne érte. Hát nem ilyennel, tehát ez csak doboz darabka, tehát ez nem dob annyit az áron, bár nyilvánvalóan van, aki ezzel is így megvenné. Bontatlan formában viszont fú. Tehát találtam belőle azt hiszem mondjuk 3 vagy 4 bontatlant, amiből a legolcsóbb 44 ezer forintnak megfelelő összeg volt, ami hát azért hú, egy ekkora készletér azért nagyon-nagyon soknak tűnik, de hát ugye ezeknél a régieknél már a múzeális érték játszik. A második mai készlet egy szintén ugyanebből az 1985-ös évből van, amikor én születtem, tehát végül is hazabeszélek. A 6604-es Formula One Racerről van szó, ami hát egy klasszikus Forma 1-es versenyautónak készült, 22 alkatrész, egy minifigura, tehát tényleg egy nagyon-nagyon picike kis valamiről van szó. Igazából hasonló Forma 1-es autóról már beszéltünk korábban, hiszen ugye a Motor Speedway-t, amikor mutattam, abba 2 nem teljesen ilyen rendszerű, de mondjuk úgy, hogy hasonló Forma 1-es autó már bemutatásra került. Ez egy kicsit más. Tehát azért is gondoltam úgy, hogy egy picit beszélek róla, mert ez egy kicsit más, és egy kicsit más ahhoz képest is, ami még harmadiknak fog következni.
Ugyanis hát ennek a kocsinak az alapja, ez a, hát nem is tudom megmondani, milyen alakú, ilyen alakú, ilyen jármű alap, ami hát nagyon-nagyon régóta használatban a Legónál, és nem is feltétlenül csak jármű alapnak, de ugye ilyen Kessler szekerekhez, meg mindenféle dologhoz használták annak idején, és hát erre kell gyakorlatilag ennek egy kis kocsinak a tengelyeit felerősíteni, és hát ettől ilyen féloldalas lesz, vagy hát úgy tűnik, hogy az eleje az gyakorlatilag ültetett. Nem egy színben van gyakorlatilag a két tengelye, ami ad egy kicsit ilyen dragsteres szájízt gyakorlatilag az egésznek. Ez kvázi az egyetlen érdekesség, amit a készletnek a kinézetéről el lehet mondani, mert minden más területen gyakorlatilag egy tök átlagos, nagyon-nagyon egyszerű kis Forma 1-es autóról van szó, aminek itt a hátulján ugye van egy ilyen kis kipufogó rész, a tetején egy nem mozgatható szárny, és ugye az elején egy festett elem, egy ilyen nagy piros egyessel, ami hát nekem egy kicsit kopottasan van meg. De igazából meg is lepődtem rajta, mert azért jól fekszik az úton, tehát attól függetlenül, hogy ugye így áll a kocsi egy kicsit ilyen ültetve, tehát azért lehet gurítgatni, meg mit tudom én, úgyhogy a célját az teljes mértékben ellátja. Hát építési élményről nem nagyon lehet beszélni ennyire picike készletek esetén. Szerintem ezt még a 80-as években is másfél perc alatt összerakta bármelyik gyerek, tehát semmi extra az egész, nagyjából tényleg egy perc alatt össze lehet rakosgatni, úgyhogy éppen ezért ilyen építési élményt se nagyon ad. Az előzőnél elfelejtettem beszélni egy kicsit a játszhatóságról, ennél nem felejtem el. Ez attól függetlenül, hogy mennyire kicsi, ez egy maximálisan játszható készlet, tehát ezt tényleg arra találták ki, hogy hát egyrészt vagy a gyerek, hogy gurigassa ugye a szőnyegen, vagy a szőnyegvároson, vagy éppen az akárhol, a Lego úton, mondjuk a többi Townhouse cucca mellett, ilyen épületek mellett, stb. Vagy pedig arra, hogy egyfajta alkatrész bázisú szolgáljon, és hát erre az alapra gyakorlatilag bármit lehetett építeni standard, normál alkatrészekből annak idején. Tehát ebből a kis versenyautóból akár űrhajó is lehetett, vagy bármi, gyakorlatilag teherautó, igazából csak a képzelet szabhatott ennek határt. Ennek megvan már szerencsére az útmutatója, bár egy kicsikét azért viharvert a dolog. Hát a készlet méreteihez képest elég nagy útmutatója van, igazából ez a hagyományos, kihajtogatható cuccos. 7 lépés az egész építés, teljesen triviális, tehát nincs benne semmi olyan dolog, amin el lehetne csúszni, mindent jó szögben mutat, stb. És hát akkor itt is vannak ilyen alternatív építési módok, amit a Forma 1-es versenyautó mellett megépíthetünk. Hát ez egy ilyen hószánszerűség, én úgy látom. Kicsit emlékeztet a G.I. Joe Polar Bear-re engem, de minden esetre azért tetszik. Van itt egy ilyen kis másik pici autó, ez igazából nem annyira nyerő, tehát ehhez még a 22 alkatrészből is ki kéne hagyni dolgokat, meg hát ehhez a talicskához is igazából, tehát ez meg egy ilyen valamilyen kis szerviz talicska, nem tudom, hogy jobbat esetleg nem tudtak volna kitalálni, de lehet, hogy nem is kellett volna három alternatív építési mód, minden esetre a három közül nekem ez a hószán tetszik egyébként a legjobba. Amilyen kis sima a készlet, annyira kis sima a figura. Tehát 85-ben is voltak sokkal-sokkal jobb figurák, mint ez. Ugyanis hát ez egy totál sima, teljesen egyszínű fekete testtel rendelkező Forma 1-es pilóta, fehér sisakkal és sima sárga mosolygós fejjel. Tehát ennél fapadosabb Lego figurát nem nagyon lehet elképzelni igazából. Na most ez azért volt így, hogy hiába voltak már 85-ben szép festett torzók, meg minden, azért volt így, mert ez egy újra felhasznált figura volt. Eredetileg ez egy 78-79-ben használt figura volt, akkor használták három készletben is, és aztán 1985-ben valamiért megint csak
hozzányúltak, és ehhez a kis izéhez úgy gondolták, hogy hát nem terveznek új figurát, hanem jó lesz az, és hát végül is jó is volt, nem arról van szó, hiszen azért ez egy olcsó, kvázi low budget készlet volt, tehát érthető, hogy még spóroltak rajta egy kicsit. Igazából mindhárom mai készlet erőteljesen alsó polcos, tehát, de mondjuk úgy, hogy itt nálunk a vasfüggönyön túl, mondjuk 1985-ben azért egy ekkora legónak is baromira tudott örülni a gyerek, és hát gyanítom is, hogy sokatoknak mondjuk egy ilyen jutott karácsonyra, és avval is nagyon-nagyon boldogok voltatok. Tehát ilyen elmondásaitok alapján tudom, hogy ez általában így volt. Persze volt, akinek jutott azért nagyobb is, meg mit tudom én, de ilyen kicsinek is örültünk. A figura maga az ugye szinte semmi értékkel nem bír, tehát gyakorlatilag 400 forintért hazai eladótól is azonnal be lehet szerezni, tehát semmi extra. És hát maga a készlet is mondjuk úgy, hogy nagyon csekély, már-már jelképes értékkel bír, tehát gyakorlatilag pár száz forint. Ha megvan hozzá az instruction, akkor is ilyen 1000 forint alatt meg lehet ezt általában kapni, köszönhetően annak, hogy tök sima alkatrészekből van, meg a figurája is tök sima, tehát hogyha külön a figura 400 forint, akkor a többi alkatrészt is össze lehet rakni még mondjuk 200-ból, meg még 200-ból kapsz hozzá egy instruction-t is, hogyha szerencséd van, úgyhogy olyan 900 forintból össze lehet ezt hozni, hogyha valakinek mondjuk személyes emléke kötődik hozzá, meg ilyesmi, akkor teljesen megértem. Nekem nem kötődött hozzá egyébként személyes emlékem, azért választottam végül is ki ezt ilyen összebogarászásra, mert megvolt az instruction, meg megvolt ez a... hát ez a Forma 1-es eleje neki, és akkor úgy gondoltam, hogy a többit azt meg összerakosgatom az itthoni alkatrészekből, meg ami nem volt, meg éppen azt meg megrendeltem a Breaklinkről. Ebből is találtam bontatlant, hát mondjuk köszönet az nem volt benne, mert 13.000 forint ebből is egy bontatlan. Hát ugye jóval kevesebbe kerül, mint az előző Ice Cream Kart, ugye hát az ott 44.000-ért adnak bontatlant, ez meg 13, miközben egy évbe adták ki őket, és majdnem, hogy ugyanannyi alkatrészből állnak. Hát ez azért mutatja, hogy hát az Ice Cream Kart azért egy fokkal különlegesebb készletnek hatott, vagy hat ma is az akkori kínálatból, mint mondjuk ez a kis Forma 1-es versenyautó, de ettől függetlenül tök aranyos, tehát itt teljesen el vagyok vele. A harmadik mai készletünk az pedig jóval későbbi, tehát most ugrunk egy kicsit az időben, 1997-ig, amikor hát kiadtak egy eléggé hasonló, bár más színű Forma 1-es autót, mint amit az előbb mutattam nektek. Ez a 2886-os Formula One Racing Car, ami hát külső megjelenésében már összehasonlíthatatlanul modernebbnek hat, noha egyáltalán nem összetettebb. Tehát ez is egy 25 alkatrészből álló kis Forma 1-es autó, de mégis azért olyan letisztultabbnak, egységesebbnek látszik. Jó, hát azért fura is lenne, ha nem így látszana, hiszen azért 12 év eltelt időközben, meg lett egész csomó újfajta Lego alkatrész, úgyhogy hát ez a minimum, hogy egy picit hasson modernebbnek. Na most ez egy körülbelül 7 centis kis Forma 1-es autó, amint látjátok ilyen fekete-sárga, tehát ilyen kicsit ilyen lótuszos színekben operált. Minifigura nem volt hozzá, ami hát érdekes, viszont onnan megközelítve a kérdést, hogy ez egy promóciós készlet volt, tehát ezt nem bolti forgalomba szánták eredetileg, onnan megközelítve már valamelyest érthető, hogy miért nem adtak hozzá figurát, tehát ez tényleg egy iszonyatosan low budget, promóciós célból kifejlesztett pár alkatrészes kis Forma 1-es autó volt. Gyakorlatilag a világ minden táján promóciós készlet volt, tehát például Angliába, Tesco-ba adták ilyen, tudom én, kexvásárlás mellé, a világ sok részén Shell benzinkutakon volt, ilyen Shell promócióba, Amerikába a Targetekhez adták bizonyos mennyiségű vásárlás fölé, és hát gyakorlatilag tényleg a világ minden táján ez a dolog ez így működött, tehát ez nem egy ilyen fizetős készlet volt, hanem ilyen ajándékkészlet mondjuk úgy. Ugyanakkor nem csak ekkor sütötték ezt el promóciós célokból, ugye ez 97-ben lement,
És utána 99-ben újra kiadták teljesen ugyanezt a Forma 1-es autót gyakorlatilag, viszont más számon, 1088 Road Burner néven, és akkor egy éven keresztül megint promóciós célokra használták különböző konstrukciókban gyakorlatilag a világ minden táján, tehát ez sose volt egy fizetős készlet, amit a boltba leemeltél a polcról, hanem mindig valami mellé ajándékba adták, és hát ezért van az, hogy igazából spórolós egy kicsit, tehát teljesen standard alkatrészekből áll. A mai három közül ezt lehet a legkönnyebben összerakni az otthon előforduló alkatrészekből, hiszen gyakorlatilag csak kettő olyan pontja van, ami kicsit bajosabb lehet. Az elején ez a festett egyeses elem, ami nagyon olcsó szintén, tehát hozzá kell tenni, hogy ebből rengeteg van ebből a kis készletből, tehát nagyon-nagyon sokat elsütöttek ilyen promóció keretein belül, úgyhogy éppen ezért ezt az egyest is nagyon-nagyon könnyű beszerezni. A másik, ami hát nem is annyira érdekes igazából, vagy nem annyira nehéz abszolválni, azok pedig a kerekek, amik hát látszik már, hogy nem olyan rendszerű kerekek, amiket korábban használtak itt a 80-as években, hanem ezek már ilyen modernebb, vastagabb kerekek, és másfajta rajta a gumiabroncs, tehát ilyen slick gumik vannak rajta, de ezek az alkatrészek is baromi olcsóak, de igazából, hogyha valaki túlnyomó részt inkább 70-es, 80-as évekbeli legóval foglalkozik, mondjuk ugye a 90-es évek elejéig bezárólag, akkor nem nagyon szokott lenni otthon ilyen gumi, meg ilyen kerék, mert ez azért a későbbi szettekben fordult elő. Kusztot az gyakorlatilag nem tud, az egyetlen egy dolog, amit meg lehet vele csinálni, hogy egy kicsit állítani lehet ezt a szárnyat, de ezt is minek, tehát igazából teljesen felesleges, de erről is elmondható az, hogy nagyon frankon gurul, sőt, jobban gurul, mint a másik jóval. Tehát egy sokkal lazább, tengelyű, gyorsabban pörgő abroncsról van szó, vagy hát gyorsabban pörgő kerékről, úgyhogy játékra egyébként alkalmas volt, tehát én el tudom képzelni, hogy annak idején azért örült az a gyerek neki, aki mondjuk egy kex promócióba, ajándékba megkapta, az úgy frankó lehetett, és akkor lehetett ebből építeni valami komolyabbat is adott esetben, vagy el lehetett vele játszani így is. Egy figura azért kellett volna bele, egy akármilyen fapados, tehát azt azért igazán megerőltethették volna magukat, de igazából ennyi, tehát nem lehet olyan sok mindent beszélni őróla, egy kis egyszerű figurát meg elbírt volna. Jó, hozzá is megvan az útmutatóm, hát egy kicsit ő ilyen viharvertebb, de hát látni fogjátok, hogy ez egy ilyen kis egészen minipici, semmilyen kis útmutató. Gyakorlatilag itt 6 lépésből össze lehet patintgatni az egészet, nagyjából olyan 40 másodperc alatt, tehát ez tényleg annyira egyszerű építésű valami, hogy ennél egyszerűbb Lego nincs, még szerintem a Duplo is jóval bonyolultabb, vagy nem tudom. De hát ez ilyen kis promóciós cumó volt, és hát azért raktam igazából be ma, mert így látszik, hogy ilyen volt mondjuk a 80-as évek közepén egy versenyautó, is ilyen lett mondjuk egy egyszerű versenyautó a 90-es évek végére, tehát valahol tetten érhető a fejlődés, de annyival azért nem lett impozánsabb, hogy így fogalmazza. Ha ennyibe kerül egy ilyen, iszonyatosan olcsó, tehát ez tényleg, ez még bontatlanul is a filléres low budget kategória, a bontott állapotában szerintem 600 forintot is nehezen adnak érte, tehát az annyira olcsó kategóriájú, tehát annyit éri, amennyit ér az alkatrész, ami benne van gyakorlatilag. Bontatlanul is nagyon-nagyon sok van belőle, tehát ezeknél az ilyen 90-es évek végi, 2000-es évek elejé promóciós készleteknél ugye erősen megnyomták a gyártás gombot annak idején, tehát baromi sokat gyártottak belőle, és szórták őket folyamatosan ilyen promóciókba, tehát volt, ahol ilyen rejtvénymagazinba, volt, ahol mit tudom én, csoki mellé, tehát ilyenekhez sütötték el ezeket, meg ugye voltak ilyen selles promóciók is. Úgyhogy ezekből elképesztően sok van, úgyhogy bontatlanul se egy nagy kihívás beszerezni, és bontatlanul is láttam már ilyen 2500 forintért egy ilyen 28-86-ost, tehát hogyha valaki szereti a bontatlan legókat, legyen az bármilyen időszakból származó, akkor 2500 forintot szerintem megér egy ilyen bontatlan, mert egyébként annyira nem néz ki rosszul, ez is egy ilyen kis dobozos cuccos, ugye hát annak idején még nem
polibegekben tolták ki ezeket a cuccokat, ma már ugye ezeket zacskókba nyomatják, akkor még vették a fáradtságot, hogy legalább egy kis dobozt legyártsanak hozzá, mert ma már kicsit más a szemlélet. No, ennyi lett volna ma a minitownos kis adásunk. Remélem, hogy azért tetszett, igazából én is tisztában vagyok vele, hogy ezek ilyen kicsit ilyen megúszós jellegű videók, de mit csináljak, ha éppen ezek jönnek össze. Van egy csomó projektem, ami halad, vagy éppen nem halad, de ha éppen most nem tudok mást kiállítani, akkor ezekhez a kis picúrokhoz kell nyúlnom. Most pont egy ilyen időszak volt. Köszi szépen azért, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel, és kommentben mondjátok el a véleményeteket. Lájkoljátok a Játékok a polcról Facebook oldalt, és tartsatok velem a játékokapolcról.blog.hu is. Jövő héten ugyanebben az időpontban Star Wars Original Trilogy figurákkal fogok foglalkozni, ami még nem volt, és hát, hogyha valaki most vasárnap ráér, és Budapesten van, akkor mindenképpen látogasson ki a második figura és játékfesztre, amit én szervezek, és remélhetőleg nagyon jó lesz itt a vírus helyzet ellenére. Hát annyi a megkötés, hogy maszkot kell felvenni, de 500 forint a beugró, lesz 23 árus, akinél mindenféle játék előfordulhat, lesz Lego is, nagyon sok figura, Star Wars figura, G.I. Joe, Tini Ninja, éppen ami jön elvileg. Törekedtünk nagyon-nagyon arra, hogy minél többféle kínálat legyen, úgyhogy mindenféle vegyeses eladók lettek meghívva. No, úgyhogy majd gyertek el, hogyha gondoljátok. 28-a, 10 órakor van nyitás, köszi. 10. kerület, Előd utca 1. No, köszi szépen, hogy itt voltatok. Mindenkinek szép szerda estét kívánok. Sziasztok!